Hello mindenki, itt vagyunk a Photoshopban, ahol azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet egy fekete-fehér képet színessé tenni. Bármilyen furcsa, egész idáig nem volt ilyesmi a Photoshopban, úgy volt lehetséges ez, mint hogy egy kifestő könyvet színeznénk ki. Most viszont a közelmúltban jelent meg, hát illetve már jó pár hónapja azért kint van, lehet, hogy már lassan egy éve is, az automatikus színesítő algoritmus, ami korábban egy kicsit gyengébben működött, de azóta azért egy kisé faragtak rajta, úgyhogy azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan lehet egy képet hát ha nem is egy végtébe, de nagyjából egy végtébe kiszínezni, aztán pedig még mindig ott van a lehetőségünk, hogy utólag finomítsunk rajta. Mindehez a Photoshop legutóbbi nagy frissítésének újdonságaihoz kell folyamodnunk, itt a Filter menüben, a Neural Filtershez. A Neural Filters alatt pedig van egy Colorize, vagyis színesítés lehetőségünk. Ahogy látjátok itt az előnézeti képből, ez Kimondottan fekete-fehér képek automatikus színessé tételéről szól, mégpedig a manapság divatos mesterséges intelligenciával. Tehát megpróbálja kitalálni, hogy a képen mi micsoda, mi a bőrfelület, mi a nem bőrfelület, és valamilyen színnel mindezt kitölteni. Ebből azért meg tippelgethetünk, hogy nem biztos, hogy tökéletesen pontos lesz, de nézzük meg, hogy mennyire működik jól. Ha rákattintunk, akkor még be kell, hogy kapcsoljuk, mégpedig ezzel a kis gombbal, és azután lesz elérhető az összes finom. A beállításainknak. De ahogy látjátok, ahogy bekapcsoltuk néhány másodpercre rá, már is egy színes verziót ad a képből, és azt kell mondanom, hogy egész jól dolgozott, bár vannak azért problémák, Például mondjuk itt a pólót nagyon szépen kiszínezte, de valahol azért már eltűnik, aztán vannak ilyen szín átfolyások is, illetve nagyon furcsa foltosságok, olyan helyeken, ahol talán nem kellett volna színezni színezett, de például a bőrszín helyel közzel oké, okay. illetve például a szájnál a rúzsvörös szín stimmel. Amit tehetünk, vagy tehetnénk, az az, hogy egy vagy több fókuszpontot jelölünk ki, egyszerűen csak rákattintva itt a kép bizonyos részeire, amit szeretnénk ilyen fókuszponttá tenni. Ennek valószínűleg az lehet majd az értelme, hogyha egyszer működik, legalábbis nálam nem működik, hogy. Ezeknél a területeknél, amit kijelöltünk, mint egy fókuszpont, ott a területet, illetve a területhez hasonló részeket külön tudjuk majd állítani itt az alulsó csúszkákkal. Tehát külön tudjuk befolyásolni, hogy mennyire legyen vörösesebb, kékesebb, stb. De ez egyelőre nekem legalábbis az én gépemen nem működik. Ha rákattintok, akkor egy hiba üzenetet kapok, hogy innentől köszönjük szépen, leállítottuk a színezést. Úgyhogy ez egyelőre még fejlesztésre vár, legalábbis az én szempontomból. Ezt nem fogom nektek megmutatni, de a kép egészére vonatkozóan itt az alsó csúszkákat azért mindenképpen használhatjuk, és nézzük meg, hogy mik vannak itt. Először is itt az első három csúszkával befolyásolhatjuk a kép alapszínezetét, tehát Valamivel sebbé vehetjük az egészet, akkor inkább a cián, kékes-zöld színek felé eltolva is, hogyha nem vagyunk megelégedve a kép elszínezésével, ugyanígy a kék, sárga, illetve a magenta és zöld irányba is eltolhatjuk a színeket a focus color és scene color csúszka majd akkor fog működni, hogyha ezeket a fókuszpontokat sikerült kijelölnöm, úgyhogy ezt egyelőre szintén nem tudom nektek megmutatni, de valószínűleg annyit tesz, hogy a beállított fókusz színünk, tehát a fókusz terület színe érvényesüljön inkább, vagy pedig inkább a teljes képre beállított színek érvényesüljenek, tehát melyik legyen erősebb egy fókusz területen. A szaturáció az működik, hogyha bekapcsoljuk, mégpedig itt ezzel a kis pipával lehet, tehát szintelítettebbé vehetjük a képet, erősebbé a színeket, vagy pedig visszább vehetjük azt, tehát csökkenthetjük a megjelenésüket, a telítettségüket, a szaturációjukat. Hogyha nem szeretnénk annyira színesen a képen, például hogy egy egész természetes végeredményt kaphatunk. Működik a Reduce Color Artifacts lehetőségünk is. Ezzel az apró kis szín eltéréseket, színhibákat, inkább színzajt tudjuk csökkenteni, illetve jobban össze tudjuk mosni a képet, hogyha erre van szükség. Nem tudom, hogy ezt mennyire tudom nektek megmutatni. Mondjuk 100%-ra vesszük a képet, így megnézzük közelebbről. És hogyha leveszem, azért a színeket erősebbre állítom, hogy még jobban látszódjon. Szóval, hogyha levesszük, akkor a foltosság még jobban látszik, tehát jobban elkülöníti az egyes határokat, még foltosabb a kép. Például itt ennél a papír csákónál látszik, hogy egymás mellett milyen elkülönült színek vannak, hogyha pedig erősítünk rajta, akkor ezeket jobban egybe mossa. Nem annyira elkülönültek a határai. Hát ennek az arányát állíthatjuk itt be. A noise reduction pedig zajt szűrhetünk a képen, és ez nem csak a szín zajra vonatkozik, hanem általános zajszűrésre. Ez a módszer arra is jó, hogy ne csak fekete-fehér képeket színesítsünk, hanem színeseket is átszínezhetünk, kedvünk szerint, hogyha így teszünk, és a kép eredeti színeit szeretnénk alapul venni, tehát hogy ne ő találja ki, hogy az az eredetileg piros labda az mostantól legyen zöld, hanem maradjon az pirosnak, csak Szín módosítást akarunk végrehajtani rajtuk, itt ezekkel a csúszkákkal, akkor itt ezt a jelölőt kell használnunk, és így megőrzi a kép eredeti színeit. Hát ebben az esetben, mivel ez fekete-fehér volt, itt visszaváltja fekete-fehérre, tehát nem csináltunk semmit gyakorlatilag akkor a képpel, de színes képek esetén, hogyha szeretnénk az eredetieket megőrizni, akkor használhatjuk itt ezt a bejelölést, illetve van itt nekünk egy csomó profil Lehetőségünk, tehát egyedi színbeállítások, hogyha valamilyen elképzelésünk van erről a színesítésről, hogy mondjuk legyen valamilyen retró színhangulatú, de magas kontrasztú, vagy valamilyen kékes-barnás elszínezés, vagy valami világos-sárga elszínezés, akkor mindezt megtehetjük ezekkel a beállításokkal. És akkor innen folytatjuk a képnek az átszínezését, a színek finomítását a felső csúszkákkal. És ha beállítottunk egy színhatást, ez olyan, mint egy nagyon régi 70-es évekbeli újság, akkor itt a profilnak az erősségét külön állíthatjuk, ez alap esetben 50-es, vehetjük alacsonyabbra is, tehát, hogy ne érvényesüljön annyira a profil, akkor az eredetileg beállított elszínezés fog inkább érvényesülni, vagy pedig inkább a profil érvényesüljön még erősebben, és akkor még retro -green -ebb lesz például ebben az esetben a képünk hát én mondjuk nem szeretnék ide semmiféle profilt, egészen tűrhető volt az az alap beállításunk, úgyhogy maradjunk meg ennél, ami még nagyon fontos, hogy a kép eredeti állapotát, hát tudjuk, hogy fekete-fehér, illetve a mostanit ezzel a kis ikonnal, hogyha rákattintunk, tudjuk megnézni. Még egyszer rákattintunk, akkor változik a színes és a színtelen nézet. De ez csak egy előnézet ki- és bekapcsolása. Jól fontosabb, hogy itt az Output menüben beállíthatjuk, hogy a végeredményünk miként jelenjen meg. Tehát, hogyha leokéztük ezeket a beállításokat, akkor az jelenjen meg a meglévő rétegen, vagyis az egész képünket átszínezi, és az már relatíve visszavonhatatlanul, persze, hogy a historin visszalépünk, akkor az még lehetséges, de visszavonhatatlanul egyszerűen csak átszínezi a képünket, így pőrén. Vagy duplázza meg a rétegünket, tehát csináljon egy külön réteget, megtartja az eredeti fekete-fehéret is, de fölötte színesen megjelenik az átszínezett rétegünk is. Ez egy kicsit okosabb megoldás, hiszen így akár kizárhatunk bizonyos színeket utólag, hogyha a felső rétegen, a színes rétegen átjukasztjuk a képet. Vagy pedig jelenjen meg ugyanígy egy különálló rétegen, de maszkolja ki az átszínezett területet. Vagy pedig készítsen egy új réteget, illetve smart filterként, vagyis okos szűrőként is használhatjuk az elszínezésünket. Ebben az esetben utólag még ezt tudjuk állítani illetve egy új dokumentumként is menthetjük a képet, tehát ebből a Repair 6 millió akármi JPG-ből készít egy másolati JPG-t, ez megmarad fekete-fehéren, lesz egy másik képünk, ami viszont színes. Én, amit ezek közül szeretek használni, egyébként itt a Duplicate Layer-től a New Layer-ig egy egész okos megoldás, hogyha ezeket választjuk, de például a Smart Filter esetében, hogyha ezt választod és leokézod, akkor a képed eredeti rétegén megjelenik smart filterként, tehát egy szűrő rétegként ez az elszínezés, amit külön ki is maszkolhatsz, vagy pedig, hogyha duplán rákattintasz ide a neural filtersre, akkor visszakapod az eredeti beállításaidat, és bármit át is tudsz állítani. Tehát látjátok, most mondjuk elvittük ilyen cián színűvé, leokézom, akkor ez kerül be ide a Neural Filters beállításaiba, de hogyha aztán utólag mégsem tetszik nekem ez a ciánsága a képnek, akkor duplán rákattintva ide a Neural filters és egy kicsit várva, megkapom ezt a cián beállításomat, és ezt változtatni tudom. És ha így okézom le, akkor már ez lesz az eredmény, tehát így visszakapjuk ezeket a csúszkákat, amiket itt állítottunk és ha például valahol nem akarom, hogy színes legyen, mondjuk a hátteret az tök fehérre akarom, és nem akarom, hogy így elsárgásodjon, úgy gondolt, hogy itt az árnyéknál egy kicsit sárgás, itt nem olyan rossz, de kicsi olyan, mint hogy koszos lenne. Itt rákattintva a Smart Filtersnek a maszkoló lehetőségéhez, és kiválasztom, mondjuk egy fekete szint, ami ugye átjukasztja, törli ezt a szűrőt ebben az esetben, tehát egy ecsetet és egy fekete szint, hogyha itt elkezdek átfestegetni, ez most, mivel a flow 10%-on van, így elég lassú. Szóval, hogy elkezdek itt átfestegetni, akkor visszahozza, illetve törli erről a részről a színezést. Tehát itt nem fog érvényesülni egyáltalán a színezés. Mondjuk itt kisebbre vesszük, és hogy nagyon szépen ki lehet venni ezt az elsárgulást. És ha ügyesek vagyunk, akkor még pontosan is nem úgy, mint én, aki így elnagyolja az egészet. Mit tudunk még tenni ezzel a képpel, hogyha bizonyos részeivel nem vagyunk elégedettek? Tehát amiket említettem, hogy vannak itt ilyen színátfolyások, meg furcsa foltosodások, amik esetleg nem kellenek. Például azt, hogy csinálsz egy teljesen különálló réteget, egy üres réteget, ugye ezzel az ikonnal, és ezt a réteget összhatás módban re állított, tehát hogy ennek a rétegnek csak a színei látszódjanak, hogy a színei érvényesüljenek. Aztán pedig egy kicsit ráközelítünk a képre, hogy pontosabban tudjunk dolgozni, mondjuk itt a nadrágnak ezt a lilulását akarjuk elfelejteni, akkor mondjuk színmintát veszünk abból a területből, ami egészséges színű ennél a nadrágnál. Itt kicsit olyan koszosnak tűnik, de itt például farmerkékes kékes-szürkés, úgyhogy legyen ez a terület. Ez a mintavett terület lehet nagyobb is, mint point sample, mert akkor csak egyetlen egy pixelből vesz színmintát, és az nem biztos, hogy a nekünk tetsző lesz. Tehát mondjuk legyen ilyen 11x11 pixeles folt, amiből mintát vesz, ennek az átlaga lesz nyilvánvalóan. Szóval ezzel a kis színmintavevő pipettával veszünk innen egy szint. ez az a szín, ami az átlaga ennek a területnek, és ezzel a színnel, nagyon szépen, egy sima ecsettel, ide ecsetelünk. És így ezeken a területeken ennek a színnek az átlaga lesz érvényes. És akkor az ilyen átfolyásokat, hogy látjátok itt ez a pirosas póló már így belefolyik a nadrágba, legalábbis színeiben, ezeket így ki tudjuk iktatni. És itt is hát türelem kérdése, hogy mennyi időt szánunk rá, milyen pontosan szeretnénk festegetni. Úgy szintén a pólónál is meg lehet ezt tenni, akár egy különálló rétegen, tehát például ez a rétegünk ez csak a farmer színét változtatja, de ha csinálunk ide egy másodikat, ami csak a póló színét, akkor a kettőt külön-külön tudjuk állítani ennek a megjelenését. Hogyha túlságosan erősnek érezzük ezt a farmer színváltozást, bocsánat, itt még szerintem egy kicsit átfestegetem, látjátok, hogy itt bele-bele szóval nem túlságosan pontos, de ezt utólag lehet javítani persze. Szóval, ha túlságosan erősnek érezzük, akkor itt az Opacity-nél vissza tudjuk venni, és elkezd kicsit visszajönni az eredeti lilásság is. Tehát mondjuk valahol a kettő határát állítjuk be, vagy ha nem is határát, de finomabban állítjuk be ezt az elszínezésünket, és a felső rétegen pedig mondjuk akkor kijavítjuk a pólót ugyanilyen módszerrel, rákattintasz, színmintát veszel valami jellemző részéből a pólónak mondjuk innen, ugye ez lett átkattintasz az ecsetre, de előtte az összhatásmód itt is legyen color, mert hogyha csak így simán festek rá, akkor így az egészet így átfesti. Tehát így eltakarja a szín. Ha viszont color állítom, akkor csak a szín érvényesül. Nem kell mindent egyszínűre színezni, de ahol nagyon furcsa foltosodás van, ott azért illik és hát, hogyha valahol itt is kifutottál, akkor akár egy különálló réteg maszkal ki lehet törölni, csak akkor fekete színünk legyen, és nyilván a réteg maszk jelölőnk legyen bekapcsolva, és ott azokon a területeken ideiglenesen kiradírozza ezt az elszínezést. vagy például, hogyha itt a kéznél ez a zöldes bőrszín nem tetszik, már pedig nem valami szép, akkor azt is meg lehet oldani. Illetve például, hogyha olyan területeken, ahol belefutott a színezés, tehát mondjuk itt a szemek fehérjénél eléggé a sárgásságot erőltette, mint a bőrnél, vagy itt a fogaknál ezt a vörösességet, ott az eredeti rétegen, tehát az eredeti átszínezett rétegen ki tudjuk, ugye itt a Smart Filternek a már használt rétegmaszkjával, ki tudjuk ezt zárni. Szintén egy ecsetre, illetve hát egy fekete színre lesz szükségünk, és hogyha nagyon finoman akarsz dolgozni, akkor mondjuk itt a flót érdemes valami alacsonyabb értékre venni, ha meg nagyon kicsi a területünk, akkor meg jó nagyra a képet, és például itt ezen a területen, ezen a területen szépen ki lehet kapni azt az elszínezést, ami nem kell, vagy nem kell ilyen mértékben. Egy nagyon picit egyébként érvényesülhet a szín, hiszen a mellette levő színek valamennyire azért például legyen tükröződő felületen, mint a fogaknak az ománca, visszaköszönnek ott is. Ja, és még a kezek. Tehát azt is a szokásos módszerrel. Egy különálló réteg, ráközelítünk, választunk valami színt a színmintavevővel, mondjuk innen a karról, és akkor ez a bőrszínünk, ez az alapbőrszínünk, egy kicsit mondjuk narancsos, de nem baj. Aztán kiválasztjuk az ecsetet, ezt a rétegünket összhatásmódban szín összhatásúra tesszük, és aztán lehet festeni ezzel a színnel. Hát a flow meg lehet mondjuk egy picit magasabb, ilyen 50% környéki, meg az ecsetünk is egy kicsit nagyobb, és itt akkor végre valami hatásosabb bőrszínek kezdenek el előtűnni. És ennyi. Így színezhetsz ki nagyon gyorsan fekete-fehér képet, és aztán alakíthatod kedvet szerint. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve csatlakozzatok ehhez a közösséghez úgy, hogy feliratkoztok a csatornámra. Sziasztok!